Gyepszőnyeg vagy hidrovetés? Ez egy jó kérdés. Kiabálnak, hogy gyepszőnyeg, mert többet lehet keresni rajta. Ez így van. Gyepszőnyeg az jóval drágább, nyilvánvaló. Hallottam olyan is, hogy 2600 forint négyzetméter áron rakják a gyepszőnyeget. Mi is rakjuk a gyepszőnyeget, tehát hogyha azt szeretik és gyepszőnyeget akarnak, mi is le tudjuk rakni. Ugyanolyan előkészítés igényel a hagyományos vetés, a hidrovetés és a gyepszőnyeg is, csak ugye a gyepszőnyeget ugye már egy 2 éves gyepet vásárolnak meg. Ez fontos, 2 éves már a gyep. Most a hidrovetéssel mi választhatjuk, hogy milyen magot rakunk bele, ugyanúgy a gyepszőnyegesek is választanak, de ők 2 évvel ezelőtt választottak. Mi a legújabb technológiát tudjuk választani. Most például Nádképű Csenkeszt kezdtek most gyepszőnyegesek is árulni, de nagyon kevés helyen lehet még kapni, mert 2 évvel ezelőtt vetették el. Mi már több mint 2 éve használjuk a nádképű csenkeszt, mint mag, ez egy meretrány jellegű mag, szárazságtűrő, gombabetegség ellenálló, és még a pajor rágását is jobban bírja, és mivel, hogy mostanában a gombabetegségek nyáron nagyon nagy gondot okozott, mi már régóta kezdtünk ugye nádképű csenkesz keverékeket vetni. Gyepszőnyegeseknél még nem nagyon lehet találni, ha egyáltalán. Na most, a gyepszőnyegeknél ugye nagy mezőkön termelnek, most árnyékos fűfajták nem fognak megmaradni a nagy mezőkön. Tehát, hogyha valaki egy fa alatt, vagy egy árnyékos terület a 2 ház között gyepszőnyegezni akar, nem biztos, hogy az a legjobb választás. Mi bármilyen fűmagkeveréket be tudunk keverni, mi be tudunk tenni napszerető fűmagfajtákat és árnyékkedvelőt, és ahol nagyobb az árnyék, ott az az árnyékkedvelő fűmag ki fog nőni. Nem lesz egy vonal a 2 között, hogy itt van a napszerető és itt van az árnyék, hanem szépen, lassan, homogén szinten egyik fajtából átmegy a másikra. A gyepszőnyeggel ezt nem lehet csinálni, ez kizárt. Aztán nagyon gyakran ugye az angóperje az, amit a gyepszőnyegnek a 60%-a a magfajta, a koncentrátum a magfajtának. És angóperjének 4-6 éves az élettartalma. 4-6 év. Azaz, ha vesznek egy 2 éves gyepszőnyeget, akkor már 1/3 az élettartalma már túl van. Azért tud nagyon gyorsan gyomosodni egy kert, mert az angóperje az kihal, a gyomok azok levegőben, a szél odafújja, és letelepednek, és már gyomos is a kertje. Mi tudunk még akkor is, ha angóperjét használunk, akkor az a 4-6 év élettartama érvényes, nem 2-4 év. Ugyanakkor nyilvánvaló az ár, az előkészítés. Ha nincsen jól előkészítve a gyepszőnyeg, azonnal nem veszik észre, mert látják a szép füvet. De a gyepszőnyegnek a gyökérrétege ott van, azon belül próbál megélni. Ha jól meg van csinálva az altalaj, akkor a gyökerek igenis lemennek, de azt jól meg kell csinálni. Nem mindenki csinálja jól. A hidrovetésnél, ugye a magágy előkészítésnél fel van rotálva a talaj, lazítva van, és a fűmag már abban a talajban kezd csirázni, ami 10-20-30 cm mélyen van. Tehát a gyökér az lejjebb fog menni. Láttam olyan gyepszőnyeget, ahol egy évvel később is vissza lehetett menni, meg lehetett fogni a gyepszőnyeget, és ugyanúgy felemelték, mert a gyökér az nem ment át az altalajba. Tehát nem mindig az, ami drága, a jó. Tehát én is a minőséget szeretem, és általában inkább a drágábbat veszem, mert általában az a jobb minőség. De ha van türelme az embernek, és tud várni, akkor én szerintem inkább a hidrovetést választanék. Kinek jó a hidrovetés? Hát bármilyen kerttulajdonosnak jó a hidrovetés, de ugyanúgy csinálunk ipari területeket, nyaralókat, autópálya mentén, rekultivációs területeket, focipályák, közterületen is vetünk, de nagy kerteknél, meg kis kerteknél. Tehát még egy 30 négyzetméteres kertet is vetünk, mert kb. 300 négyzetméter egy tartály a kisebb gépünknek, és ezért nagyon ritkán találkozunk egy 300 négyzetméteres kerttel. Van, hogy 350, 400, 450, 250. Tehát a lényeg az, hogy mindig van egy maradék, és az a maradék úgyis be kell keverni, ezért kiszállási díjjal szívesen megyünk, és kiskerteket is vetünk. Nyilvánvaló egy picivel drágább, mert mindig van egy maradék, amit sajnos ki kell dobni.